Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót és nézőt. Karácsony Tibor atya vagyok, az Erdély Mária Rádió műsor igazgatója. A megtérés és újjászületés kapcsán szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt, több mint 2000 évvel ezelőtt lejött a Földre. És arra a kérdésre, hogy miért jött, miért jön azóta is, mindig újra, minden emberhez, hát azt lehet felelni erre, hogy azért, hogy mi megtérjünk, hogy újjászülethessünk. Azért, hogy lehetővé tegye számunkra, mindnyájunk számára azt, amit ez a szó jelent, hogy újjászületés. Mit jelent hát az újjászületés? Először is azt, ami Nikodémusnak Jézus Krisztussal való egész beszélgetéséből nyilvánvaló, hogy a kereszténység az nem egy tan, hanem élet. Ez a Nikodémus, aki éjjel odament Jézushoz, jellegzetesen elméleti beállítottságú ember volt. És olyan komolyan kezdi a beszélgetést, mint amikor két nagyon bölcs férfi összeül valami tudományos kérdésnek a megvitatására. És azt mondja, hogy Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél. Mert senki nem teheti azokat a jeleket, amiket te teszel, hanem az Isten van veled. És ez a mélyen járó bevezetés csak mint egy lélegzetvétel arra, hogy most majd azután előad valami nehéz teológiai problémát, amit ott az éjszaka csendjében jól meg lehet tárgyalni. És jön majd például egy ilyen fogós kérdéssel, hogy lehet-e jót tenni a szombati napon valakivel, aki bajba jut, vagy lehet-e segíteni valakin olyan pénzzel, amit az ember már korábban felajánlott a templom számára például. Tehát melyik a sok száz törvény, apró rendelkezés, mindenféle isteni parancs között a legelső és legnagyobb, vagy hány angyal fér el egy tűhegyén, és hogyan beszélnek az angyalok a mennyben, vagy hogyan lehetséges az, hogy Mózes a világ teremtése leírásakor előbb beszél a világosság meglétéről, és azután a nap teremtéséről. Tehát nem tudjuk, milyen mély teológiai, tudományos problémát akart volna Nikodémus Jézus elé tárni, mert Jézus rögtön a bevezetés után elvágja a megkezdett fonalat, és egészen másról kezd beszélni. És azt mondja Nikodémusnak, hogy ha valaki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. Mintha azt mondaná, hogy ne beszéljük mellé, térjünk a lényegre. Érdekel az én ügyem? Nos, itt ezen a földön az én ügyem az, hogy a te életed megújuljon, újjászüles, megtérj. És Nikodémus nem ezt várta, amit hallott, érezte azonban, hogy Jézus telibe találta. És olyan forma nem várt fordulat volt ez, mint ami egyszer megtörtént volt még plébános koromban. Történt, hogy egy férfi bejött a plébániára, és hosszasan magyarázta a Szentlélek elleni bűnnek a lényegét, és kérdezte, hogy mi a véleményem erről a problémáról. Majd röviden így válaszoltam, mondd kedves barátom, milyen konkrét bűnödet akarod takargatni ezzel a problémával? Nem követtél el talán valami hűtlenséget, esetleg a feleségeddel szemben? És ez is telibe találta, hogy így rákérdeztem. Mindig gyanús, mikor valaki ilyen elméleti elvont problémával kezdi, amikor valakinek ilyen dolgokban akad fenn a hite. Nagyon, nagyon alkalmasak ezek a problémák, hogy a döntést elkerüljük. És hányszor megkérdezték már fiatalabbak, öregebbek, mi lesz azoknak a sorsa az örökké valóságban, akik hallottak Jézus Krisztusról, de nem részesülhetnek a megváltásban. És Jézus az ilyen elméleti kérdésekben nem bocsátkozik bele ilyen vitákba, hanem egyszerűen visszakérdez, hogy veled mi lesz?
Ha újjá nem születsz, nem láthatod meg Isten országát. Tehát a kereszténységünk nem egy ideológia, hanem életforma. A keresztény ember, akiről tudják, hogy a templomba jár, de a kollégáival szemben önző módon viselkedik. Az a keresztény ember, aki az üzemi konyhán imádkozik ebéd előtt, de arról ismeretes, hogy mindig kihúzza magát a nehezebb munkák alól. Az a keresztény ember, aki nem szégyel akár beszélni is bárkinek Krisztusról, de összeférhetetlen, veszekedő természetű. Az a keresztény ember, aki szép, kenetes szavakkal beszél, de kíméletlenül kihasználja az alkalmazottját, vagy aki gyönyörűen imádkozik, de képes megszólni és pletykálni egy távol lévő testvérét, nagyszerűen fejtegeti a keresztény hitnek az igazságait, de otthon képes elnézni, hogy a felesége második műszakban környedve végzi a dolgát. Az ilyen keresztény ember áltatja önmagát, és saját maga keresztény mi voltát illetően is, és elriaszt másokat is Krisztus ügyétől. Ha egy keresztény ember nem segít másokon, ahol csak tud, nem barátságos, nem kereszt, nem szerény, nem jószívű, nem derűs, annak nem csak, hogy nem ír semmit a kereszténysége, hanem egyenesen árt vele. Nagyon szükséges, kedves hallgatók, azt mondja Jézus Krisztus, hogy az újjászületés csoda, hogyan történik át, hogyan történik mindez? Jézus Krisztus azt mondja, hogy vízből és lélekből. Nem vérből és nem testből. Ez azt jelenti, hogy nem örökölhető valamiről van szó. Lehet, hogy hívő keresztény ember volt valakinek az édesapja és meg az édesanyja is. Lehet, hogy papok és áldozatos egyházi emberek voltak valakinek az ősei között. Mindez semmit nem számít. A keresztény életet, a megváltást nem lehet örökölni tőlük. Tehát nem vérből és nem testből. Nem férfiúnak a jó indulatából, hanem azt mondja a Szentírás, hogy az újjászületés egy olyan művelet, amit nem mi magunk végzünk el magunkon valamilyen kegyességi gyakorlattal, hanem amit Isten cselekszik rajtunk, és velünk, és bennünk. A kérdés, engedem-e, hogy Isten cselekedjen rajtam, velem és bennem? Ahogyan Mária a Szentlélektől fogantatva Jézus Krisztus isteni mi voltát, isteni életét, bocsánat, hordozta magában, valahogy így van az újjászületés is. Isten szavára, Isten lelke titokzatos munkájaként megszületik valami az emberben. Megmozdul egy új élet, ugyanaz a titokzatos élet, mint Szűz Mária testében. És nem csoda-e, ha egy emberi szívben, amelyik önző, irigy, bosszúálló, haragtartó volt, egyszerre megszületik a szeretet? Nem érthetetlen csoda-e az, hogy egy ember, aki vallásos fanatizmussal üldözte a kereszténységet, egyszerre Krisztus legáldottabb apostolává lesz? Hogyan lehet megmagyarázni azt, hogy egyszer például valaki bejött, tele békétlenséggel, szintén plébános koromban, megkötözöttségekkel, és egy óra a beszélgetés után más emberként ment ki, főszabadulva, megtisztulva, letérdeltettük az oltári szentség elé, add át Jézusnak, és enged, hogy Jézus szóljon hozzád. Más emberré válsz, ez az újjászületés, és ilyen csoda van, ezért lehetséges, de csak is így lehetséges, hogy mi, te is, én is keresztényül élhessünk. Ezért lehetséges, hogyha például gyári munkás vagy, keresztényül légy az. Ha beteg vagy, keresztényül légy beteg. Ha öreg vagy, keresztényül légy az. Ha apa vagy, férj vagy, keresztényül légy az. Krisztusian, tehát nem úgy, mint egy robotember, nem úgy, mint egy kegyetlen élet rabszolgája, hanem mint keresztény ember, mint krisztusi ember. Akár milyen szennyes valakinek a múltja, tragikus a jelene, vagy reménytelen a jövője, van kiút belőle.
De csak egyetlen egy út van, a megtérés, az újjászületés. Eddig még mindig úgy volt, hogy amikor valaki őszintén elmondta, megvallotta Jézus Krisztusnak a bűneit, leplezetlenül állt oda elébe és hitt abban, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma megtisztítani, megbocsátani, megváltani, megújítani az életét is. Ez mind valóságban meg is történt. Újjászületett. Imádkozzunk ezért, kedves hallgatók, hogy megbékélt lelkűek legyünk, megmosott életük keresztényé váljunk, és így legyünk Isten királyi gyermekévé, megújulva, újjászületve, megelégedve az új életünkkel. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!